Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újabb módosítás, megváltozik a beléptetési rend a kórházban. Nyáron több a baleset és a műtét, kifogyóban a vérkészlet, várják a véradókat. Egyre vonzóbb a lovasport, közel 100 gyerek versenyzett Kapospulán. Visszavárják a Vinagórát, jövőre is Szekszárdon rendezik meg az ország egyetlen nemzetközi borversenyét. Újra átalakul a beléptetési rend a szekszárdi Balassa János kórházban. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a kórház vezetése úgy döntött, máshova kerül át a beléptetőhely, ami eddig az Ybl Miklós utcánál volt. A rendelő intézetben továbbra is érvényben marad az időpont figyelembevételével történő beteg beléptetési rend. Továbbra is vírusveszély van, ennek megfelelően szükség van a szigorú beléptetési rend fenntartására, mondta Németh Csaba főigazgató. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján az ideglenes megoldásoktól a végleges felé lépünk, ennek megfelelően a főportán keresztül lehet mostantól belépni az intézmény területére, tette hozzá. Egyrészt a kulturált körülmények, ha kell, akkor mellékhelyiség, egy épített, védettebb belépési pont létesíthető, megfelelő kapacitással, akár 8-10 párhuzamos állomáson is tud működni a szűrés. Az Ybl utcai beléptető ponton a jövőben csak azok léphetnek a kórház területére, akik a műtőblokk rendeléseire, a sürgősségi osztályra vagy a H-épület rendelésére érkeznek. A rendelőintézetbe való bejutás előtt is kötelező szűrést kell elvégezni a főportán. A rendelőintézetbe való belépés előtt a főporta épületében elvégeztessék a betegeink az előzetes szűrővizsgálatokat, és utána az aznapra érvényes, friss szűrési eredménnyel az előjegyzési idejüket megelőzően negyed órával sorbanállás nélkül belépjenek a rendelőintézet épületébe. Egyébként ezt a módszert látjuk leginkább járhatónak arra, hogy a rendelőintézet előtti sorbanállás megszüntethető legyen. Továbbra is az előzetesen egyeztetett időpontban lehet belépni a rendelőbe, így teljesen felesleges órákkal a meghatározott idő előtt sorba állni, mondja Németh Csaba. Az a cél, hogy ezt a tendenciát megszüntessük a betegek és az ellátószervezet érdekében. Az elmúlt három napban 6 tűzeset és 8 műszaki mentés történt Tolna megyében. Gépjármű, mezőgazdaságot érintő tűzeset, közúti baleset, veszélyes fák eltávolítása, bajba jutott állat mentése is adott munkát Tolna megye lánglovagjainak. Az egyik tűzeset Őcsényben történt, ahol egy autó motor tere égett teljes terjedelmében péntek reggel. Itt rövid időn belül sikerült megakadályozni a lángokat. Egy tehergépkocsi és körülötte mintegy 500 négyzetméteren tarló, valamint több szalmabála égett le Aparhanton. A szombat délutáni tűzeset helyszínét munkagépek segítségével körbetárcsázták. A keletkezett tüzet két gyors beavatkozó vízsugár segítségével verték vissza Bonyhád hivatásos és önkéntes tűzoltói. Idén nyáron még inkább szükség van a véradókra. A koronavírus járvány miatt elhalasztott műtéteket már elvégzik a kórházakban, és a forró hónapokban több baleset történik az utakon, ám ilyenkor kevesebben adnak vért. A rendszeres véradók is elutaznak, és a meleg idő sem kedvez a véradási hajlandóságnak. Az is nehezíti a helyzetet, hogy idén elmaradnak a nagyobb rendezvények, fesztiválok, ahol az elmúlt években számos véradót toboroztak. Zomán azonban idén is megtartották a motoros találkozót, ahol több tucatnyian nyújtották a karjukat. Zomban a motoros találkozón adhattak vért az egyesületi tagok, a helyiek és az odalátogatók a hétvégén. A Motorsport Egyesület már 6. alkalommal szervezett véradást egyre nagyobb sikerekkel. Tavaly csak 20 motoros adta le a jelentkezését, az idén már 40. Tehát, és előtte meg mindig ilyen 15-20 fővel, mondjuk a véradóink akkor is mindig jók voltak, tehát mivel a család meg egyebek, ők besegítenek a véradásban. De hát motoros most úgy látom, hogy most még több jött, tehát örülünk neki. Az extrém sportot űzők világában nem ritka a baleset, hogy ők szorulnak ellátásra, ezért is tartják fontosnak az ilyenfajta segítségnyújtást. A kiszállásos véradáson 30 véradó elérése volt a cél, mely a délelőtti órákban sikeresen teljesült. Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója, örvendetesnek tartja, hogy ilyen rendezvényeket szerveznek a megyében, mert a koronavírus járvány miatt megcsappant a véradások száma.
dráma. Nem tudták azokat megszervezni, mivel sem a munkahelyekre, sem az iskolákba, sem a művelődési házakba nem mehettek be. Ráadásul még a fesztiválok is elmaradnak az idén, ami tovább nehezíti a helyzetet. Július elején 1180 véradó hiányzott, ám az elmúlt hetekben szervezett véradásoknak köszönhetően közel 600 véradót sikerült bevonniuk. Ám így sincs elegendő vérkészlet, ezért kampányt folytatnak annak érdekében, hogy minél többen nyújtsák a karjukat és adjanak vért. Pár hónappal ezelőtt elmaradt ütemezett műtéteket előbb-utóbb meg kell tartani. Sajnos itt a nyár jönnek a balesetek, ugye a nyáron tudjuk, hogy több, ez statisztikailag alátámasztott, tehát több vérre van szükség. Ugye a fesztiválok meg egyéb események miatt kevesebb lehetőség van a véradásra, tehát én mindenkit nagyon kérek, hogy ahol tud, ahol meg tudja ragadni a lehetőséget, jöjjön és vegyen részt, és adományozzon a saját testéből. A szervezők a 30-as, 40-es korosztályt várják elsősorban, de bárki jelentkezhet véradónak, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, és a súlya meghaladja az 50 kg-ot. A Vörös Kereszt oldalán egyébként nyomon lehet követni, hogy az elkövetkező hetekben hol szerveznek véradásokat. Ezen a héten Szekszárdon a vérellátó szolgálatnál, Dombóváron a kórházban, Pakson, Bonyhádon és Kurdon pedig a művelődési házban lehet majd vért adni. Gyerekek számára rendeztek lovas versenyt Kapospulán, az eseményen mintegy 90 gyermek állt közönség elé. A rendezvényen résztvevő Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, örömteli, hogy a fiatalok számára egyre vonzóbb a lovasport. Több száz érdeklődő kísérte figyelemmel a rendezvényt Kapospulán. Stemlád József polgármester arról beszélt, bár a lovasport nem tartozik a pénztárcabarát tevékenységek közé, ennek ellenére a településen is többen rendszeresen űzik. Itt a településen is körülbelül 10 gyerek, aki rendszeresen jár edzésre és hát szerepel. A rangos megmérettetésre meghívást kapott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt a magyarság történetével egyidejű a lovakkal való kapcsolat. A lovas kultúra egyáltalán a lószeretet, az a magyarokkal egyidős. Most már vannak olyan feltételezések is, hogy annak idején az emberiség a magyarok által szelidítette meg, illetve háziasította a lovakat. Azt nem tudjuk pontosan, hogy így volt-e vagy nem, de biztos, hogy a magyarság történetével egyidejű a lótartásnak a története is. A több kategóriában is induló gyerekek számára ez a verseny hatalmas lehetőség a szereplésre. Legyőzik félelmeiket, megtanulják az állatokkal való bánásmódot. Az egyes versenyszámok végén eredményt hirdettek a szervezők. Jövőre is Szekszárd adhat otthont az ország egyetlen nemzetközi borversenyének, a Vinagórának. Erről Ács Rezső, a város polgármestere beszélt sajtótájékoztatón. A Vinagórát idén a hagyományt megtörve nem a fővárosban, hanem a Tolnai megyeszékhelyen tartották meg. A zsűri pedig maximálisan elégedett volt a szervezéssel. Ausztráliától Dél-Amerikáig összesen 775 mintát kóstolt meg a 21. Vinagóra zsűrie. Magyarország egyetlen nemzetközi borversenyének a hagyománytól eltérve idén nem Budapest, hanem Szekszárd adott otthont. A kétnapos verseny szervezésében és lebonyolításában szekszárdi borászok és a helyi Babits Mihály Kulturális Központ is részt vett. A nemzetközi zsűri pedig mindennel elégedetten távozott a Tolnai megyeszékhelyről. Nagyon pozitívan nyilatkoztak a rendezvény körülményeiről. Tulajdonképpen azt mondták, hogy a szekszárdi borászok nem csak a bor készítésében, hanem a szervezésben is nagyon jók és maradandót alkottak. A járványhelyzet miatt az idei Vinagóra rövidebb volt, mint a korábbi években. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondja, a pozitív tapasztalatoknak köszönhetően elképzelhető, hogy jövőre újra itt rendezik meg majd az ország egyetlen nemzetközi borversenyét. Vissza fognak jönni Szekszárdra egy rendes Vinagórát majd megszervezni. Tudni kell, hogy ez a Vinagóra a legnagyobb magyar nemzetközi borverseny. Ez, ahogy eljött Szekszárdra, ez a borvidéknek óriási elismerés. Én pénteken és szombaton is kilátogattam a rendezvényre, és nagyon örültem annak, hogy a fiatal szekszárdi borászok egy külön lehetőséget kaptak, hiszen valamennyi bizottságban a nagy öregekkel, a magyarokkal, külföldiekkel együtt minden esetben egy fiatal szekszárdi borász is részt vett a munkában. A tervek szerint jövőre már egy korábbi időpontban tartják a Vinagóra nemzetközi borversenyt.
Új kisbuszt kapott a Bátaszéki Sportegyesület labdarúgó szakosztálya, a részben társasági adótámogatásból finanszírozott, közel 12 millió forintos járművet a közelmúltban hozhatták ki az autószalomból. A sportegyesület elnöke szerint ezzel közel 50%-át spórolhatják meg az utazásra fordított éves kiadásuknak. Először gurul be a Bátaszéki Sportpálya parkolójába az a kisbusz, amit a helyi sportegyesület labdarúgó szakosztálya kapott a szponzoroktól. A vállalkozások, cégek társasági adójuk bizonyos százalékát felajánlhatják sportegyesületek részére. Amennyiben ezt nem teszik, úgy azt be kell fizetni az államnak. Ebből a társasági adótámogatásból sikerült összegyűjteni a közel 12 millió forintos kisbusz árát. A tavalyi évben azt gondoltuk, hogy vásárolunk egy buszt, és lehetőségünk adódott a felajánlóink révén. Ugye a társasági adó tudnivalólag a vállalkozók felajánlásából valósult meg ez a buszvásárlás. Bátaszék önkormányzata a 30%-os önrész kifizetésével támogatta az egyesületet, míg a 70%-ot az egyéb segíteni kívánó cégektől kapták. Lehr Béla, a sportegyesület elnöke azt mondja, nem kellett sokat kilincseljenek, a támogatási összeg gyorsan összejött. Azt gondolom, hogy nagyon komoly felszereléssel ellátott kisbuszt sikerült a labdarúgó szakosztálynak a tulajdonába kerítsünk. A sportegyesület pályázott, de hát mi vagyunk a mind támogatott szakosztály, mi vagyunk ennek a busznak a használója elsősorban. A sportegyesület további három szakosztállyal is rendelkezik, karate, kosárlabda és úszó szakosztály. Másodszorban ők is használhatják majd a kisbuszt, amennyiben a futballistáknak nincs rá szükségük. Az egyesület eddig az önkormányzattól bérelt járművet a vidéki utakra, így azonban csak az üzemanyag költséggel kell majd számolniuk. A sportegyesület elnöke szerint ezzel közel 50%-át spórolhatják meg az utazásra fordított éves kiadásoknak. Kinyitott hétfőn a Paksi gyógyfürdő. Az egészségügyi előírások betartásával minden szolgáltatást igénybe vehetnek a látogatók. A korlátozások miatt egyelőre 30 főben maximalizálták a gyógyfürdő területére beléphetők létszámát. Annyi vendéget engedhetünk be, hogy a másfél méteres védőtávolságot biztonságosan meg tudjuk tartani, úgyhogy így helyeztük el a pihenőket, a pihenőágyakat, a székeket, az asztalokat, hogy lehetőleg ne legyenek másfél méternél közelebb. A vízben nyilván csak kérni tudjuk a vendégeket, hogy tartózkodjanak egymástól távol. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. A rászorulóknak gyűjtenek, elindult a Magyarok Kenyere program. Zenei, gasztronómia és családi elfoglaltság, sokszínű programokkal készülnek Siklóson. Toborzó plakát a rendőrségtől Baranyában, várják a jelentkezőket, akik iskolaőrként dolgoznának szeptembertől. Az összetartozás jegyében zajlik idén a Magyarok Kenyere program. Somogy megyében 13 gyűjtőponton várják a gazdáktól és a magánszemélyektől a búzaadományokat. Az ebből készített lisztet rászorulók, idős otthonok és gyermekotthonok kapják majd meg. A kezdeményezéshez évről évre többen csatlakoznak. Két helyen már 5 éve működik gyűjtőpont, a gazdák pedig szívesen adnak egy-egy zsák búzát a Magyarok Kenyere programban. Erről is beszéltek a településen tartott sajtótájékoztatón. Az a tapasztalatom, hogy a gazdák évről évre bátrabban, önszántabban egyre nagyobb felajánlásokat adnak, és azt köszönöm szépen ezen az úton is, illetve meg szeretném még köszönni azt is, hogy ebbe a legnagyobb munkába, a gazdáknak az év legnagyobb munkájába így helytállnak a gazdák, hogy jönnek, és az aratás első napjaiba hozzák az adományokat. Neszményi Zsolt kormány megbízott köszöntőjében kiemelte, a program a nemzeti összetartozást jelképezi. Emellett köszönetet mondott a somogyi gazdáknak, hogy több mint 2000 a megyében élő gyermek részesülhet az adományban. Közel 10 éve ez a program nagy sikerrel működik, és mindig egyre többen és egyre nagyobb mennyiségű gabonát ajánlanak föl, és ez mindig jótékony célra megy, és így az idén is több ezer somogyi rászorulthoz juttatják el a gazdák a gabonát és az abból készült lisztet. Minden gyűjtőpont vezetőinek, így most itt helyben két helyen a Schmidt László úrnak is köszönöm azt a munkát, amit ezért végeztek.
Somogy megyében 13 gyűjtőponton várják a gazdáktól és a magánszemélyektől a búzaadományokat. Az ebből készített lisztet rászorulók, idős otthonok és gyermekotthonok kapják majd meg. A kezdeményezéshez évről évre többen csatlakoznak. A legalább 25 tonna mennyiség meg lesz, de szeretnénk ezt évről évre fejleszteni, és az adományozók számát is szeretnénk növelni. Hozzátéve, hogy nagyon fontos a mennyiség is összességében, de fontosabbnak tartom azt, hogy egyre többen vegyenek ebben részt, akár úgy, hogyha vásárolnak, akár úgy, hogyha sajátjuk van. Ha egy zsákkal tud hozni, akkor egy zsákkal hoz, de minél szélesebb körben legyen az ismert, és gyakorolja mindenki az adományozás örömére. Örüljön. A két helyen tartott sajtótájékoztatón Mórin József Attila kiemelte, a Magyarok Kenyere program a világon egyedülálló összefogás, a somogyi gazdák pedig minden évben szívvel, lélekkel a nemes kezdeményezés mellé állnak. Zenei, gasztronómiai és irodalmi programokkal is készülnek az idei szezonban a Siklósra látogatóknak. A Baranyai városban július közepétől egészen december végéig szerveztek különböző rendezvényeket. Idén nagy hangsúlyt fektetnek a siklósi borokra és borászatokra is. Számukra rendezik meg például az új szüreti várnapokat. Élmények biztonságban, ez a mottója a Siklós Visszavár elnevezésű programnak. Ennek célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók minél kisebb kárt szenvedjenek a járványhelyzet miatt. A projekt eredményeként egy új programnaptárat állítottak össze. Ebben már július közepétől egészen december végéig számos rendezvény közül választhatnak az érdeklődők. Szentgyörgyvári Péter kiemelte az augusztus végén tartandó új szüreti várnapok eseményét. Hagyományőrző jelleggel szeretnénk meghívni valamennyi siklósi borászt, aki erre fogható, kapható, és pont ezért több boros stand lesz felállítva, vagyis egy ilyen borfesztivált szeretnénk meggyökeresztetni. De ezen kívül sztárfellépők és gyermekprogramok is várják a látogatókat. A rendezvényeket ismertető sajtótájékoztatón Régl Gábor polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a környező települések eseményeit is figyelembe véve állították össze a programtervet. Hiszen aki ebben a régióba érkezik vendégként, az nyilvánvalóan Harkány, Villány, mellette Siklós is meg kívánja szólítani, de úgy kívánjuk ezt tenni, hogy nyilván egymás rendezvényeit tiszteletben tartva és egymás rendezvényeit erősítve tegyük ezt meg. Az idei szezonban számos más lehetőséget is kínálnak a turisták számára. A helyi turisztikai egyesület titkára arról beszélt, hogy ezúttal is megrendezik a Gördülődülők elnevezésű eseményt, mely egy biciklis és gyalogos kirándulás három útvonalon. Ennek keretében akár 15 percen belül hozzájuthatnak a résztvevők olyan szolgáltatásokhoz, amik az ő ízlésüknek megfelelnek. Kiemelték például a siklósi borok és borászatok szerepét. A siklósi borászok egyre aktívabban és egyre több pincét nyitnak ki a vendégeknek. Na ebből az apropóból is indult ez a Gördülő Dülők, hiszen összekötöttük annak idején a sportot, a turizmussal és egy kicsit a hedonizmussal. A programsor a várban kezdődik, mégpedig a várudvari estékkel, de lesz többek között gasztronómiai, zenés és irodalmi rendezvény is a későbbiekben. Az események egészen az adventi vásárig tartanak az idei évben. Havonta 220 ezer bruttó, ez még évente 200 ezer kafetériát is kapnak a szeptembertől munkába lépő iskolaőrök, ez derül ki a Baranyai Rendőrség toborzó plakátjáról. A pedagógus szakszervezet szerint a kezdő tanárokat kellene így megfizetni. Pécsi ügyvivőjük azt mondja, szerintük más módon kellene visszaszorítani az iskolai erőszakot, mint ismert tavaly decemberben késsel szúrta meg többször tanárát egy diák Győrben, de több videó is felkerült a közösségi oldalakra, ahol tanáraikat fenyegetik a tanulók, akár csoportosan is. Ezért döntött a kormányzat az iskolaőrség felállításáról. Iskolaőr munkakör betöltésére keresnek jelentkezőket, hirdeti ez a rendőrségi plakát, amely szerdán került ki a netre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem ért egyet az iskolaőrök foglalkoztatásával, illetve a fizetésükkel sem, mondja pécsi ügyvivő. Nézzük meg hozzá a kezdő pedagógus béreket. 9400 forinttal tér el, ugye, már eleve, annyival kevesebb, mert hogy a pedagógus béreket, akár főiskolát, akár egyetemet végzett a kolléga, fel kell hozni a garantált bérminimum szintjére, ugyanis a bértábla szerinti illetmény azt nem is érné el.
azért, mert még mindig a 2014-es minimál bérem van, az a vetítési alap, ami alapján számolni kell a pedagógus béreket. Bruttó 220 ezerért plusz évi bruttó 200 ezer forint kafetériáért várják a jelentkezőket, derül ki a hirdetés szövegéből. A pedagógus szakszervezet szerint több iskolai pszichológust és pedagógiai asszisztenst kellene foglalkoztatni az iskolákban. Ők kezelni tudják az agresszív tanulókat. Szerettük volna megkérdezni a megyei főkapitányságot is, azonban azt mondták, erről még korai beszélniük. Ugyanis hamarabb került ki a toborzó plakát, mint ahogy az iskolaürökről szóló törvénymódosítás hatályba lépett volna. Ez július 16-án fog megtörténni, ezért nem kaphattunk még tájékoztatást. Azt szerettük volna megtudni, hogy milyen képzést kapnak majd az iskolaürök, milyen esetekben és milyen eszközöket alkalmazhatnak az agresszív diákokkal szemben. Szeptembertől 500 iskolát, köztük 140-150 iskolát érint majd az iskolaőrség munkája, az előzetes felmérések alapján. Vereckei Zsolt, az Impulzus a Parasport Jövőjéért Alapítvány elnöke érkezett Pécsre csütörtökön. A háromszoros paralimpiai bajnok úszó az egyetlen magyar sportoló, aki 7 egymást követő paralimpiáról is éremmel tért haza. Alapítványának legfőbb célja, hogy segítséget, támogatást nyújtson a hátrányos helyzetű, különösen a fogyatékkal élő személyek és csoportok számára. Vereckei Zsolt a két pécsi tehetség, Konkoly Zsófia és Iván Bence edzését figyeli. A háromszoros paralimpiai bajnok úszó, aki egyben az Impulzus a Parasport Jövőjéért Alapítvány elnöke, azért látogatott Pécsre, hogy motiválja a sportolókat a tokiói paralimpia előtt. Kellettek a sikerek, az eredménye, hogy a parasportolókat, a parasportot elismerjék. Most már tényleg lehet mondani, hogy nagyon elismerik a parasportolókat, úgyhogy a mostaniaknak valamennyivel könnyebb, de hát nagyon-nagyon sok munkát kell ebbe beletenni, és hát persze a lényeg az, hogy minél jobb eredményeket ezekkel elérni. Konkoly Zsófia paralimpiai, valamint világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó. Számára is nehéz volt a pandémiás időszak, így jól jött egy kis motiváció a paralimpiai bajnoktól. Amit a Vereckei Zsolti most csinál ezzel az alapítvánnyal, hogy össze akarja hozni a parasport az épp sportolókkal, azt szerintem nagyon jó dolog, hiszen amikor én kicsi voltam, akkor a családom igazából attól félt, hogy nem fog tudni majd elhelyezkedni, és akkor még nem volt így ez a lehetőség, vagy hát nem tudták, hogy mire vagyok képes, és mire nem. Úgyhogy nagyon jó dolognak tartom azt, hogy itt van a Zsolti, és megalapította ezt az alapítványt. Iván Bence első paralimpiájára készül. A világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló 2021-ben Tokióban is szeretne dobogóra állni. Engem kosármeccsről hoztak ide az úszodába, de először nem akartam én se úszni, hanem anyukám mondta, hogy jöjjek le és próbáljam ki, és hát itt ragadtam, és 2014 óta ezt űzöm hajtom minden nap. Pécsett elindult a paraúszó utánpótlás program, melynek célja, hogy minél több fogyatékkal élő fiatal tudjon a sport által kiteljesedni. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Újabb módosítás, megváltozik a beléptetési rend a kórházban. Nyáron több a baleset és a műtét, kifogyóban a vérkészlet, várják a véradókat. Egyre vonzóbb a lovasport, közel 100 gyerek versenyzett Kapospulán. Visszavárják a Vinagórát, jövőre is Szekszárdon rendezik meg az ország egyetlen nemzetközi borversenyét. Kedden napos idő lesz, a déli, kora délutáni órákban erős UV-sugárzással kell számolni, csapadék nem várható, éjszaka marad a nyugodt, eseménytelen, szélcsendes idő. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!